Sziasztok, PC Guru nézők és társalgók! Itt ülünk Bodakkal Ádámmal. Hello! Én Böjti vagyok. És hát egy igazán különleges darabot mutatunk be, ez a Final Girl, ami ugye Kickstarterről jött játék, van egy alapdoboz, különböző kalandok hozzá, egy személyes játék teljesen, és hát a nevéből, címéből adódóan lehet sejteni, hogy horror közeli élmény, VHS stílusban előadva. Igen, VHS. Nekem egy DVD jutott eszembe, de hát valóban vastagabb, mint egy DVD. Tehát így ezeket egy egymás mellé tesszük, és akkor igen, kis gyűjtemény. Ugye van egy alapdoboz, megnézzük, és akkor hozzá a különböző kalandok. Már egyébként elstartolt, sőt, mire a videó kikerül, lehet, hogy már véget is ér a második résznek a kampánya, a második évad, amiben új kalandok vannak, ugyanúgy az alapjáték az jó hozzájuk. Mindenféle stretch goal-lal persze. Hát itt ezeket láthatjátok például. Ezt így. És akkor nézzük az alapdobozt. Most már van hozzá nagy gyűjtői doboz is egyébként. És akkor abba belefér egy teljes doboz szezon. A dobozoknak? Igen. Hát annyi van azért. Nem is csoda. Gondolom a második évaddal együtt már legalább 12 minimum. No, és akkor szépen igényesen nyitható, használható, van egy jó kis szabályfüzet hozzá. Az a lényeg egyébként minden szabály, vagy minden esetben, hogy van egy térkép, amin lehet haladni, különböző akciókat végrehajtani, tehát például tessék, itt van ez a camping. Értelemszerűen nem akarok újra mutogatni. Nem kristálytó, de valami hasonló. Van egy sorozatgyilkosunk, szörnyünk, akármink, aki közben szedi az áldozatait, és kétféleképpen érhet véget a játék, úgyhogy vagy a főhős, tehát a játékos legyilkolja a szörnyet, vagy a gyilkost, vagy pedig fordítva. Vagy nem lesz Final Girl. Tehát vele ez csak, mert technikailag ő az utolsó. Vagy az utolsó. Kockákat használunk, képességeket használunk, közben van egy ilyen fenyegetettség szintmérő, illetve időjelző, és akkor ennek megfelelően tudunk egyébként akciókat is végrehajtani, tehát haladni, megmenteni lehetséges áldozatokat, és a többi. Ez full egyszemélyes játék. Igen, teljesen, szóló. Abszolút. Tokenek. Itt van az a tábla, amit használunk tulajdonképpen. Ugye itt halad egyfelől az időmennyiség, például kártyákat is majd időből vásárolhatunk pluszban, amik képességeket adnak, illetve itt van a fenyegetettség jelző. És a szörnynek, lénynek a képességei, gyilkosnak a képességei is változnak, ahogy erősödik, egyre durvább dolgokra képes, illetve vannak különböző akciói, hogy mennyit halad, merre halad, hogyan halad, kit támad meg, tehát normál, beakadt. Normál áldozatot, vagy pedig magát a főszereplőt. Vannak ilyen kis életelőjelölők, kis szívecskék, úgyhogy Valentin napra is tökéletes ajándék. Szív, mindig szív, nem? Igen. Kis jelzők, ugye a dobókockák. Itt láthatjuk a sikereket egyébként például, tehát ezen például semmilyen sikert nem kapunk, ez siker, itt kártyát kell eldobnunk, és akkor az számít sikernek, mert ugye bizonyos esetekben teljesítenünk kell, tehát itt van a kártya például, két sikernél két mezőt kell lépnünk, egy sikernél egy mezőt, hogyha nincs sikerünk, akkor például veszítünk életerőt, és a többi. Tehát így vannak a különböző kártyák, hatásokkal, illetve a képesség próbákkal. Ezek a kis famépülök jelzik az áldozatokat, lehetséges áldozatokat, és akkor például itt van a Pinocchio-nak a Creepetto horror verziója. Dizájnja tök jó. A bácsi.
nagyon jók az illusztrációk szerintem általában. Igen, hát már DVD-s, vagyis hogy VHS vadon borítóra hajaz. Nyilván a főszereplőnek képzelt utolsó túlélőnek a arcával. És akkor itt van egy térkép. Maga a borító a térkép. Igen. Viszont egy térkép. Megkapjuk hozzá a különböző összetevőket. Itt van a fő ellenfélnek a területe. Másik meg a főgenya. Igen. És akkor ugye ő kap kis kártyákat, és azok bizonyos szint után felfordulnak, és akkor lehet látni, hogy azzal mit csinál. Plusz ugye itt ezen halad. És... Elolvastam, hogy ez Scripetto, ez simán csak Geppetto. Van setup kártya. Különböző eszközök, azokat érdemes ugye gyűjteni. Azokkal hát lehet... egy medvecsapda mindig jó. Hát az az, amit egyébként mindig mondtam. Found footage. Az főleg, ha meg tudod nézni. Revolver. Az meg főleg jól jön. És akkor különböző események is vannak. Ebben itt más, de... Még dugva a minik. Igen, itt el vannak dugva dolgok. Nem minik, azok külön vannak. Csak már olyan, mint annak lenne ki, hogy van hely. Lehet egyébként, hogy bele lehet utána tenni majd. Uh-huh. Ott van két üres foglalata előre átóan begyűjtött miniknek. És minden sztorihoz van egy külön Final Girl, de ezeket lehet keverni is. Mindegyik saját képességekkel, azt el lehet érni idővel, és ugye a legvégén pedig meg kell küzdeni magával a gonosszal, akinek ugye itt van például az alsó része, és akkor ezt, hogyha felfordítod, akkor itt van, hogy milyen hatással van ez a játékra. Biztos, hogy nem jó hatással ördögi bábmesterrel, meg mit tudom. Hát átlag esetben igen, nagy valószínűséggel. És mindenkinek van egyébként egy alappaklia, és ahhoz lehet még plusz lapokat gyűjteni. Ő itt Charlie. És a csoki gyár. Úgyhogy ezek az alapverzióban lévő dolgok, ugye mindegyik sztori mindig új karaktert hoz be, új kihívásokat, új térképet. És... Mintájára. Egyszer volt Inka nyomba egy meglepetés extra. Igen, a sztorik maguk, van itt Poltergeist. Igen, Poltergeist. Ugye már láttuk egyszer, de azért még egyszer. Rest in peace. Nem Freddy Krueger? Dr. Fright. Majdnem. Nem. Hans. Hans az a kempinges. Nevetsz Hans. A plémet. Hát ez... Hoppá. Hoppá. Egy Necronomicon extra kockákkal. Már értem, hogy miért ne olvass fel belőle. Van itt ilyen is. Ne olvass fel belőle? Igen, ez az, amit ne olvass fel. Akkor nem olvasom hangosan. Akkor most nem idézem meg a különböző démonokat. Majd az hangom. Bájos. Ezt a cuki. Akkor van itt még egy Terror from Above kiegészítés. Extra kártyákkal, illetve tokenekkel. Ami még van, az azt mondja, hogy a mini. Mini. Mini csomag. De látom, ráírták, hogy első széria, hogy tudjad, hogy még lesznek lemaradásaid. Hát és ugye jön a második. Még idén, ha minden igaz.
Ha lesz late pledge, akkor még nincs tetés, és senki. És akkor megkapjuk a különböző hősnőket. És természetesen a gonoszokat is. Bábvudu. Porondvudu. Neki a kis csicskái. Hát, most tudom. Ennél kisebbet még nem láttam. Eddig. És a teljesebb élményhez még van playmat set is. Mert miért ne lenne? Érdemes mondjuk megnézni legalább egyet. Na, hogy mindegyik térkép rajta van? Nem tudom. Mindjárt kiderül. De nem, ez tulajdonképpen a játékos tér. Ugye a játékterület, a maga a hősnő, mindennek megvan a helye. Hát... Mondj, és még akkor még egy van benne. Pedig az eseményeknek, ahogy nézem meg a terrorkártyáknak. Igen. Location, tehát hogy erre kell rátenni igazából a helyszínt, illetve magát a gyilkosnak a, mind a tábláját, mind pedig a különböző deckeket. Igen. Tulajdonképpen. De jó minőségi ez is. Lesz benne egy pár órám szerintem. Nem szeretem a slashereket, nem szeretem a horrorokat, ez köztudott. Úgyhogy fura, hogy egy játékos az egész, de megvan ennek is biztos a varázsa. Éjszakánként lehet, hogy eltűnök majd egy-egy kalandra, amíg nem jön a második verzió, második szezon. Te akkor már nincs olyan sok időd. Majd kerítek rá. Hajrá! Ha esetleg játszottatok vele, akkor írjátok meg a véleményeteket, kíváncsiak vagyunk. Milyen horror sztorit dolgoznátok fel még plusz kalandban? Mert azért van bőven, és ahogy néztem, a második szezonnál már a dolog és a többi az így mind bekerül a képbe. Ott már járművekkel ráadásul, amiket, illetve lesznek majd olyan járművek, amiket az első szezonhoz lehet hozzácsatolni. Ugye gyűjtői dobozzal, mindennel együtt. Ha gondoljátok, akkor nézzetek rá a kampányra, late pledge-be, vagy ha más nem, akkor be lehet tényleg húzni akár mind a két évadot egyben. Remélhetőleg meghoztuk a kedveteket hozzá, főleg, hogyha horror rajongók vagytok. Remélhetőleg tetszett a videó is. Ahogy mindig, csengettyűzetek, kövessetek minket, iratkozzatok fel, hogy legközelebb se maradjatok le. Sziasztok! Hello!